Főtisztelendő paptestvérek, tisztelt polgármester úr, kedves bérmálkozó Krisztusban szeretett testvéreim! Az újkori szentírás tudomány fölfedezte a Biblia magyarázatánál azt a fontos szempontot, hogy az egyes szentírási részeknek az életbe helyezett eseményét kell figyelembe venni, hogy jobban megérthessük az isteni kinyilatkoztatást. És mivel német területén kezdték el az újkorban ilyenfajta vizsgálatát a Bibliának, így hívták, hogy Sitzenleben, az életbe ültetve, a mai vasárnapon a katolikus egyházban a Jó Pásztor vasárnapját tartja egyházunk, arra emlékezik és azt ünnepli, hogy Isten maga magát is pásztornak mondta magát. Gondoljunk csak a 23. Zsoltár gyönyörű szavaira, az Úr az én pásztorom, nincs semmiben hiányom, és maga Jézus is úgy mondta magáról, hogy ő a jó pásztor. Hasonlította magát az akkori és mindenkori pásztorok életéhez és formálásához a munkájában. Városi prédikációk ilyenkor sokszor azzal kezdődnek, hogy a mai ember alig lát már pásztorokat. Épp egy német forrást néztem, az is azzal kezdi, hogy hát mi már csak karácsonykor emlegetjük, hogy mentek a pásztorok, de hát itt a nagyvárosba, legfeljebb az állatkertekben lehet látni még juhokat. Hát itt ezen a tájon nem áll, mert itt abszolút az életbe van helyezve ez a mai gondolata az Úr Jézusnak. Gyónról jöttem, Kunszel Miklósig direkt megszámoltam, körülbelül 10, hát vagy gulyát, vagy ménest, vagy nyájat láttam, a Petőfi szavával mondva, Kiskunság 100 kövér gulyájából, és hát maga az életbe helyezett helye ennek az ünneplésnek számomra még annyival is elevenebb, hogy idefele jövet bementem a református templomba, hiszen dédöregapámat még a szabadságharc előtt ott keresztelték, az is pásztorkodott, de annak az ősei is, és a katolikus hitre visszatért rokonaim, akik itt vannak megkeresztelve, utána néztem, köztük van Csikós és pásztor. Így tehát annyira bele van téve a mai szentírási gondolat az életbe, hogy attól jobban nem is lehet. Nem kell különösebben magyarázni, hiszen családi történetek, de itt ezen a tájon is annyi minden emlékeztet az Úr Jézusnak a szavára, amikor azt mondja, én vagyok a jó pásztor. Ezt nem felejtették el a keresztények. Az első ábrázolásai Jézusnak nem a megfeszített Krisztus, a feszület, az sokkal későbbi. De nem is az az uralkodó, Pantokrator, különösen az ortodox és görög katolikus templomokban lehet látni, hanem a jó pásztor. És így van már a katakombák, az első korai, ókori művészetnek a megjelenítésében. És ami mindig egy ilyen nagyszerű kettősséget hordoz magában, hogy egyrészt Jézus azáltal, hogy azt mondta, hogy én vagyok a jó pásztor, utalt az Ószövetségnek az imént idézett Zsoltárára, amire azt mondja a nagy filozófus Immanuel Kant, hogy talán a Biblia legszebb része, legköltőibb része, hogy
Az Úr velem van, terelget engem, és nincs semmibe hiányom, és nem is félek semmitől, mert az Úr az én pásztorom. De ezzel Jézus azt is mondta, ha zsidó nép maga magát az Isten pásztornak mondotta, mivel hogy Istenről közvetlenül olyan kapcsolatot nem tudunk mondani, ami egy az egyben megfelelne az ő létének, hiszen az Isten lélek, abszolút szellem, ezért kellett Jézusnak emberi testet öltenie, hogy fogalmunk legyen az Istenről, hasonlatot kellett mondani. Hát ha így mondták, hogy az Úristen hasonlít a pásztorhoz, akkor azt mondja Jézus, hogy én is pásztor vagyok. Ezzel azt a nagy igazságot, amit a Szentírás végén hallottunk, a Biblia három legnagyobb szava közé tartozik, a pázmány szerint, én és az Atya egy vagyunk. A második nagy mondás az, hogy ez az én testem, mondja az Úr Jézus. És aztán az, hogy aki bennem hisz, nem hal meg örökre, mondja az Úr Jézus. És a mostani szakasz, az mindenkinek szól. Emlékezteti a keresztény híveket, és miután jó pásztor vasárnapja egyben, a hivatások vasárnapja is, azért is imádkozunk és fohászkodunk, hogy Jézus képviseletében legyenek jó pásztoraink, papjaink, hívja meg őket, és küldje azután a világba, a népek közé és egyházának vezetői közé. Mit tanít itt az Úr Jézus ebben a rövid szakaszban, hiszen ez folytatódik, és bővebb magyarázata is van János evangéliumában. Azt mondja, hogy ismeri a juhait, és azt is mondja, hogy örök életet ad neki. Aztán a juhokra pedig azt mondja, hogy azok hallgatnak szavamra, és követnek engem. Ebben benne van Jézus gondoskodása, és benne van a mi keresztény életünknek a kötelessége, az, amit meg kell tennünk. Ismerem juhaimat. Ha már ilyen pásztor képeket mondunk, meg idézek föl, arra emlékszem, Kumpeszérre hoztuk, így mondták, hogy a kínhálóba a növendék marhákat, állatokat tavaszon, még én is jöttem apámmal, és akkor ősze mentünk értük, mi már meg se ismertük, mert annyit nőtek a nyáron, a gulyás tudta, kinek melyik az állata. Tehát egy gulyás meg tudta jegyezni, hogy melyik állat kihez tartozik. Az Úr Jézusnak nem csupán ilyen ismerete van rólunk. Azt kérdezik az emberek, hogy hát hogyan ismerhet ennyi embert az Isten? Ha most is van már vagy 7 milliárd, és mióta a világ talán 70 milliárd volt, mondják, ha matematikai számítást teszünk. Hát ha van olyan kompjúter, hogy abban minden adatot bele lehet táplálni az emberekről, hát Istenben nem volna, nincs meg az a képesség, hogy mindenkit ismerjen. De nem úgy ismeri csupán, hogy az adatok szerint, hanem belülről ismer bennünket. Az Isten, mielőtt még ki sem mondjuk a gondolatainkat, tudja. Ismer, és ez az ismeret nem egy felületes, hanem egy szerető ismeret. És azt akarja, hogy mi hozzá tartozzunk, és kövessük őt. Az én juhaim hallgatnak szavamra. Hogy mit jelent Jézus szavának a hallgatása? Elhangzott Jézus szava 3 éven keresztül, és azt leírták a Szentírásba. Megmaradt az egyház hagyományába. És ha azokat olvassuk, hallgatjuk, akkor mintha magát Jézust hallgatnánk. Csak ne úgy legyünk, mint sok esetben az emberek, hogy
háttér zeneként vagy háttér szövegként, miközben dolgoznak, bekapcsolják a rádiót, vagy minden melyes féle kütyüt, és gyakorlatilag csak zaj van a fülükben, meg a lelkükben, de semmit meg nem jegyeznek belőle. Az a hallgatás, amit Jézus mond, az egy odafigyelést jelent. Van az Ószövetségnek egy megkapó szép története, a kis Sámuelről, aki a templomba aludt, és hangokat hallott. Mondta Hélinek, az öreg papnak, hogy én hallok valamit, hogy szól hozzám az Isten. Mit csináljak? Mondd azt, szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Hogy halljuk meg Jézus szavát. Halljuk meg a Szentírásból fölolvasott igazságokat. Hogy nekünk Jézus Krisztust kell követnünk. Az életünk az Krisztus követésé kell, hogy váljék, tudatosan a bírmálástól kezdve még inkább. Gyerekkorotokba elhoztak benneteket a templomba. De most már nem arra kell várni, hogy hozzanak, még főként nem arra, hogy küldjenek, hanem ti magatok gyertek el. Ez is a Krisztus követéshez tartozik. És aztán az életforma, hogy úgy próbálunk élni, hogy Jézus Krisztus élne helyünkben, meg kereszténynek lenni annyit jelent, hogy krisztusi emberként viselkedni, dolgozni, cselekedni, játszani, és így tovább. Ez a követés. És Jézus nem csak ismer bennünket, hanem azt mondja, hogy örök életet adok nekik. Az ember sok mindent kaphat élete folyamán, de azok mind múlandó dolgok. Hát más nem azért, mert végül is nem csak, hogy azok elavulnak, hanem azért, mert mindent itt hagyunk. Tehát nem lehet olyan ajándékot adni egy embernek, ami örökre szól. De Jézus azt mondja, én örök életet adok. Hát a Földön a legnagyobb érték az életünk. Ezért is az, aki másért tudadja az életét, attól többet nem adhat. Maga Jézus mondta, senkinek nagyobb szeretete nincs, mint aki életét adja barátaiért. Na most, hogyha ez a legnagyobb, de a Földön azért mégis behatárolt, ha ezt az Úr Jézus kiterjesíti és kiterjeszti, a föltámadt élet örök életét adva, akkor ez a legnagyobb ajándék. És aztán azt is tanítja, hogy senki ki nem ragadhatja a kezünkből. Isten nem hagyta el ezt a világot, bár néha úgy tűnik, az ember hagyta el az Istent. Ettől kezdődően, kedves birmálkozók, nektek a Krisztus követés az egy nagy ragaszkodást is jelentsen Jézus Krisztushoz. Ahogy az evangéliumi keresztvetéssel is tettük, hogy gondolatainkkal kapcsolódjunk hozzá, szívünkbe zárjuk, amit ő mond, megvalljuk, ha kell, ajkunkra tett kereszt, erre emlékeztet, és a megvallásban, a tanúskodásban aranyfedezetként legyen ott az életünk. Hát ez az a nagy jézusi szó, tanítás hozzánk a mai ünnepen, amikor a bírmálás szentségében részesültök, az Úr Jézust, a jó pásztort kövessétek, hallgassátok szavait, váltsátok tettekre, és legyen meg bennetek mindig az az öröm, ami a Zsoltárban benne volt, hogy mert az Úrhoz tartozom, igazában nincs hiányom. És járjak bár a halál sötét völgyein, akkor se félek, mert az Úr velem van. Velünk van az Úr, Jézus Krisztus személye még inkább azzá teszi, itt van a Szentírás szavában, a szentségekben, az egyház közösségében, és már nektek is gyarapítani kell ezt a közösséget, amelyben élő taggá kell válni. Nem csupán adminisztratív tagjaival, akik be vannak írva, mondjuk a kereszteltek, mostantól a bírmálkozók anyakönyvébe,
hanem ez váljék életté. Ezt kérem a Szentlélek Úristentől számotokra, és ehhez adja az ő áldását, hogy a mai nap egy ünnepélyes fogadalomtétellel még nagyobb elköteleződés legyen Jézus Krisztus, ami jó pásztorunk mellett. Amen.